Marosvásárhelyi Rádió A Székely Föld hangja 2019. június 5-én szerdán délben a Kert Barátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csikmadarasi Garden projekt. Ma a szobanövényeink igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk! Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a Marosvásárhelyi Rádió.ró címen. Itt van körünkben dr. Bálint János Székeudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Már mostantól hívhatnak a 0265 22 2022 es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 ös SMS számon. Mérnök úr, ez a nedves időjárás sok kárt okozott a növényekben? Ez területfüggő. <coughs> most már nagyjából így a környékünkön mindenhol elég sok csapadék esett, de vannak olyan területek, ahol jó volt a talajelőkészítés, volt adott esetben altalajlazítás, a nedvesség, ami fentről érkezik, az nagyon jól el tud, be tud szívódni, és ha van egy enyhe lejtése a területnek, akkor el tud folyni onnan. Viszont az olyan területeken, ahol megáll a víz, ott viszont elég, elég sok gondot tudott okozni. Ez önmagában közvetlen Kártétele úgymond a túlzott víznek, de ezen kívül azokon a területeken is, ahol adott esetben a vízzel nincsen probléma, azért szinte minden nap, vagy minden második nap egy kicsit esik az eső, nem engedi, hogy felszáradjon a talaj, és nagyon nehéz a gépekkel bemenni a területre, úgyhogy így vannak olyan területek is, ahol mondjuk önmagában a víz. Nem okozott közvetlenül gondot, viszont közvetetten, ha nem tudtak bemenni, eh, permetezni egy területre, akkor az elég nagy gond lehetett, mert eh, a hőmérséklet viszont, hogy ha nem esik az eső, azért felemelkedik. Ez a nagy eh, nedvesség, ez a páratartalom, ez a mikroklima, ez, ez kimondottan kedvez a főleg a gombás megbetegedéseknek, úgyhogy eh, úgyhogy ilyen szempontból most a gazdák azok felkelkösség a gatyájukat, tehát a növényvédelemre arra most nagyon oda kell figyelni. Hogyha csak a gyümölcsösökre gondolunk, hát ott a fű most már nem csak térdik, hanem sok helyen lassan derék középig ér, nem lehetett kaszálni sem. Ez problémát jelent a gyümölcsfákra nézve? A gyümölcsfákra nézve az ajnövényzet olyan szempontból jelent, lehet adott esetben gondot, ugye, hogy konkurencia a tápanyag és a a víz felhasználásban. Na most a vízből úgy néz ki, hogy van elég, tehát hogy most plusz vizet használ, az nem gond, viszont a, a tápanyagot a talajból azt azt elég intenzíven fel tudja venni, főleg, hogyha valamilyen szintű tápanyag utánpótlásban részesítettük az állományt, akkor akkor most ezek a, a, a növények ezek szintén fel tudják venni, úgyhogy ilyen szempontból, ahogy lehet, jó lenne Kaszálni, hogyha mondjuk például uh, ilyen nyírgyepet uh, uh, szeretnénk a, a gyümölcsösünkben, és nem utolsó sorban nagyon sok gyomnövényen rengeteg kártevő jól érzi magát, fel is tud szaporodni, és akkor onnan már csak egy lépés, hogy uh, meginduljon a fertőzés a kultúránkra, a termesztett kultúránkra. Most mi ellen kellene védekezni, milyen kártevők ellen? Mi, melyek azok, amelyek támadni fognak? Hát nagyon sokféle növény van, annak rengeteg kártevője, de én azt mondom, hogy talán most elsősorban a, a peronoszpórafélék, fitoftórák, ezek a gombás megbetegedések, tehát kórokozók, ezek ellen kell felkészülni, a lisztharmad gombák ellen általánosan kell nagyon felkészülni, kártevőköt, amit említett, most már a levéltetvek úgymond egyre kevésbé fognak gondot okozni, hogy megyünk bele a, a nyárba a fásszáró növényeken, viszont a látszáróakon még simán okozhatnak gondot, úgyhogy inkább ott kell odafigyelni rá, és talán így általánosságban olyan mélyebben nem is mennék bele, minden növénynek megvan az, hogy épp mi, melyik kártevő az, amely gondot okoz, a, a ribiszkénél, a fekete ribisznél például szitkárokat kezdtek fogni a csapdák, ugye az almánál, az almamój ellen már kellett védekezni, a paradicsomnál, amit ragyának nevezünk, ugye a fitoftorainfesztáns most már felütte a fejét, úgyhogy minden növénynél az aktuális ellen, és talán még intenzívebben, ugye, mert ez a meleg csapadékos időjárás, ez, ez, egy kicsit kedvez a, a kártevőknek is, és nagyon kedvez a gombás és a baktériumos megbetegedéseknek. Hogyan és mivel védekezzünk, mert túl rövid az a, a két eső közötti idő. Tehát, hogyha lemos, védekezzünk lemossa, akkor megint nincsen olyan hatás, amit szeretnénk. Így van, tehát a legnagyobb növény esetében most kontaktszereket használni elég nehézkes, mert nem is, hogy sűrűn van eső, de nagy mennyiségű eső is van, tehát ha egy nagyon jó e, tapadású kontaktszert juttatunk is ki, az egy ilyen szép két-három-négy csendes esővel az bizony lemosódik, úgyhogy főleg új, új növényi részek is növekednek, ott, ott semmiféleképpen nem fejtik ki a hatását. Úgyhogy amennyiben tudunk, két eső között szisztémikus szereket használjunk inkább, persze betartva az élelmezés egészségügyi várakozási időt, itt most elsősorban ugye a cseresznyére gondolok, már a korai cseresznye érik, a középérésű cseresznyék azok lassan érőfélbe lesznek, úgyhogy mindenek előtt a permetezéseknél vegyük figyelembe az élelmezés egészségügyi várakozási időt. Jó vegyszereket lehet -e találni? Már úgy értem, hogy nagyon hatékony vegyszereket, mert több gazda is mondta, hogy megvásárolta, és nem úgy hat, ahogy ő szeretné. Akkor bizonyára két dolog lehet, vagy nem úgy használta, hogy előírták neki, vagy régi lehet a vegyszer? Amikor én olyan problémával találkozom, hogy kiuttatnak egy növényvédőszert, és annak nincsen meg a hatása, a legtöbbször, de mondom, ezek az én tapasztalataim, ez lehet, hogy ha ha nem érvényes a, a nagy közönségre, én legtöbbször mindig azt látom, hogy ö, ö, lehetséges, hogy az illető betegségre, kártevőre nem biztos, hogy a legmegfelelőbb szert ö, választották ki. Ö, de mivel úgy kezdtem a mondatot, hogy a legtöbbször mégis azzal kezdtem, ami általában először szokott előfordulni, tehát ez fordul el először, a legtöbbször pedig az, hogy nincs úgy kijuttatva az a növényvédőszer, ahogy annak kellene legyen kijuttatva. Nagyon sok növénynek viaszos a levele, olyankor nedvesítőszert kell használni, hogyha egy szisztemikus szert használunk például, amikor nagyon meleg van, akkor kijuttatjuk a növényre a növényvédőszert, a szinte 10 perc alatt rögtön fel is szárad, és akkor az a szisztemikus szer már nem tud bejutni úgy a növénybe. Úgyhogy például a szisztemikus szereket jó, hogyha tényleg a délelőtti, délutáni órákban egy kicsit esetleg nagyobb lémennyiséggel juttatjuk ki, semmiféleképpen nem annyira nagyobb lémennyiséggel, hogy megfolyjon a növényen, de hogy nagyobb lémennyiséggel, hogy minél tovább ideig tudjon ott nedves maradni a levélfelület, jó, hogyha nedvesítőszer is van benne, hogy szépen el tud terülni ez a, ez a permetlés, akkor így fel tudja venni a növényvédő szert a, a, a növény, hogy uh, hatékony tudjon lenni. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen uh, erős uh, kórokozó gomba baktérium nyomásnál nagyon jó minőségű védekezés is szükséges, hogy hatékony legyen. És nagyon sokszor elmondtuk itt a műsorban is, hogyha azt írja, hogy két, agad, két gramot kell tenni, akkor ne tegyünk négyet, mert úgysem lesz nagyobb a hatás. Még lehet, hogy így rosszabbat is teszünk. Megint a személyes tapasztalatom az, hogyha, hogyha nagy a probléma, akkor jobban járunk, hogyha a permetlé borítás mértékét növeljük, mint hogy a dózist növelnénk. A dózis növelése egy idő után egy ilyen 21-es csapdája, emeljük a dózist, ha valamiért nem jó az a növényvédőszer, tegyük fel tényleg, hogy valamilyen szintű rezisztencia alakult ki abban a károsítóban, legyen az gomba, vagy legyen az rovar, akkor hogyha megemeljük a dózist, akkor lehet, hogyha azáltal egy picit jobban fog hatni, de akkor még inkább rezisztensebbé tesszük, vagy ha már rezisztens, az úgyse fog hatni. Tehát eh, inkább növeljük meg annak a valószínűségét, hogy a kórokozó vagy kártevő találkozik azzal a növényvédőszerrel, eh, és ne juttassunk ki főleg eh, szabad földön hmm. nagy dózisokat. Most nyilvánvaló eh, az ilyen egy-másfélszeres dózisokat azért szoktunk növelni, tehát a legtöbb növényvédőszernél is úgy van megadva, hogy egy intervallum, hogy 2-3 kg per hektár, vagy 0,4-0,5 liter per hektár, ilyenkor lehet a magasabb értékeket használni. De azt a legmagasabb értéket mondjuk például megnégyszerezni, az szerintem növényvédelmi szempontból indokolatlan. Akkor más növényvédőszert kell használni, vagy más kiuttatásmódot, tehát az, az nem oldja meg a problémát önmagában, hogyha mondjuk meg négy-ötszörözzük a, a dózist. Félegyelőtt kilenc perccel tartunk egy kis zenei pihenőt. Cseh el, majd folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójából. Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János Székelyudvarhelyi kertészmérnök növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a növényeink igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, hívjanak a 0265 22 22, 22, -22 es telefonszámon, de SMS-t is küldhetnek a 0740 27 65-ös SMS számra. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Tudrág, azt szeretném megkérdezni, hogy a paradicsom falántokat, tetszett tudom hallani, hogy szódapórral lehet permetezni? Szódapórral adott esetben lehet nagyon kis dózisban permetezni. Igen. E csak vigyázni kell, hogy ne, ne emeljük meg túlságosan a dózist, mert akkor az a növényekre is gond lesz. Na most, hogy ez mennyire fog és mi ellen lesz hatékony, azt majd kitapasztalják, de adott esetben szoktak, igen, ezzel is. Hát a, a, igen, a, részszulfát vagy a kék kő, amivel szokták permetezni, az kontakt, az megfelelő. Csak ugye pont arról beszéltünk, hogy a sok eső az mind lemossa, tehát valamilyen olyan növényvédőszerrel kellene, ami szisztemikus felszívódik a növénybe, és a növény nem, az eső nem mossa le a növényről. Főleg, amikor ennyire, ennyire nagy a csapadék, és ennyire kitett a, a betegségnek a növény. Igen. Köszönöm szépen, jó napot, szép napot kívánok. Köszönjük szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Széke Udvar, Harry vagyok, és vagyok. Jó napot kívánok. Kíván. Nem akkor. azt szeretném kérdezni nekem, volt egy orgon a pokrom. Hát nem, 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 nem tetszett nekem teljesen, most már valami betegséget is kapott, nem a maga a töve alfa, és kivágtam. És azt akarom mondani, hogy lehet-e ültetni orgon a pokrotnál? Hallottam, ott Fehéres felé van ott egy kertészet, és ott lehet kapni ilyen csokros szép orgonát. És ott lehet-e ilyenkor ültetni orgonát esetleg? Azt szeretném kérdezni. Hogyha a tenyészedényben árulják az orgonát, akkor nyugodtan tessék elhozni. Mindenféleképpen egy sokkal nagyobb gödröt mint maga a tenyészedény, Tömje, tömje vissza úgy, hogy pont az a tenyészedényi uh, méretű földlabda férjen el benne, szedje le a azt a műanyagot, vagy bármit, ami ha esetleg nem lebomló, és szépen helyezze be, mint hogyha csak a, a tenyészedényt oda be, persze mondom, a műanyag nélkül, és akkor akkor azt lehet. Tehát tenyészedényest azt lehet az év bármelyik időszakában ültetni, nyilvánvalóan nem, amikor hót akarja a... Jó, köszönöm, szépen, köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen viszont hallásra, és köszönjük Tósernő buszvezetőnek is, hogy bennünket hallgatnak a szovárt a járaton. Mérnök úr, a rózsákat is támadják a kártevők. A rózsakabóc ellen mivel lehet védekezni? A rózsakabóc ellen rovarülőszerre lehet védekezni. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy épp olyan nagy gondot nem okoz. Sokkal inkább nagyobb gondot okoz a nagy rózsa levéltetű, és hogyha a nagy rózsa levéltető ellen védekezzünk például egy neonicotinoid hatóanyaggal, acetamipriddel, vagy flonikamiddal, ami kimondottan a levéltetvek ellen hat, akkor hogyha a, az előzőt használjuk, amit előképp, elsőként nem tettem, akkor az jó a, a rózsa is ellen, ha valakinek tényleg nagyon nagy problémája van a kabócával, akkor a, a, a legtöbb szisztemikus rovarölőszer az hatékony ellene. Kontakt az kevésbé, mivel ugye szúró szívószájszerve van, növényből táplálkozik. Hogyha nagyon jó szerfedést tudunk biztosítani, akkor ott esetben a kontakt is, de inkább a szisztemikus rovarölőszerek hatékony. Három perccel fél egyelőtt hallgatott köszöntünk. Jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését. Halló, jó napot kívánok! Üdvözöljük! Jó napot kívánok! Jóska vagyok! Lisznyóból! Üdvözöljük! Szángyörg nálad! Kérem szépen, van egy nyári almafám? Annyi az alma rajta, de az a pókháló, vagy mi a isten van rajta, ezt hát gyűrte a leveleket minden. Szészeg ember vagyok! Nem tudok semmit csinálni. Mit látnál annak? Tehát a pókhálót azt egy ilyen fehéres bevonatra érti, vagy ténylegesen egy olyan áttetsző szürke hálóra? Olyan szürkés! Hát a, a, amitől, a, amitől a levelek össze vannak csavarodra, csavarodva, Igen. az valószínű, hogy levéltetű. Igen. Hogyha fehéres, ilyen vattaszerű van a kérgen, a fák kérgén, akkor az vértetű. Hogyha ilyen apró pókhálószerű rész van, akkor az a közönséges takácsatka, de kétlem, hogy az most lenne, mert az általában száraz időszakban van, úgyhogy az most nem lehet. Úgyhogy szerintem vértetű vagy levéltetű, vagy ezeknek mind a kettő ö, problémája lehet. Úgyhogy ö, egy rovarölőszerrel kellene védekezni, egy mondokható anyagot, például a, a tiaklopritható anyaggal, hogyha ezt így el tetszik mondani. Vagy ö, esetleg megkér valamit, hogyha ő nem tud semmit csinálni, akkor valaki ott a közelben. Hát nem tudom, de a, a pompával nem érnek oda avakért hát akkor egy háti motoros, hogyha van a, valakinek a közelbe, amelyik fel tud permetezni jól magasra. Hát sajnálom, mert annyi alma van rajta, és jó, jó ízű, de mit tudjak csinálni? Sajnálom, fészegám bőrvombor vagyok, egyállóló, feleségem meghalt, nincs sok kisegítség. Ki kell próbálni, amit mondott a mérnök úr. Köszönjük szépen. Újabb hallgató a jó. jó napot kívánok. Halló, hallgatjuk a kérdését. Úgy tűnik, hogy megszakadt a, a kapcsolat. Jenő kérdezi, hogy nem az a baj, hogy a környezetvédelem miatt nem elég hatékonyak a vegyszerek, és emiatt uh, kell többet vegyszerezzünk, vagy nagyobb adagot használjunk. I igen. Uh, érdekes kérdés, jó kérdés is. Tehát az tény, hogy... Uh, Uh, egyre több növényvédőszert vontak ki a forgalomból, de egyiket sem véletlenül. Valószínű, hogy ezek között elcsúszik egy-kettő is, amelyiként különböző lobbik hatására, amúgy az mindennek megfelelő volt, de mégis a lobby úgy érdekelte, hogy ki Kivonják, de azért ez tényleg elenyésző, a legtöbbjükről bebizonyított, hogy valamilyen szintű gondot valahol okoznak. És uh, nyilvánvaló, hogy akkor ezeket tovább nem tudjuk használni. Viszont én úgy látom, hogy még mindig annyi és uh, elegendő és jó hatékonyságú növényvédőszer van, inkább az a probléma, hogy uh, a a gazdák, vagy akik ajánlják ezeket a növényvédőszereket, azok nem mindig a teljes spektrumot veszik figyelembe, hogyha mi egy ajánlatot egy, egy növényvédőszer forgalmazó cégtől kapunk, akkor nyilvánvaló, hogy a, ő a saját termékeit helyezi előnyben. Ezt teljesen normális, ezt valószínűleg is így csinálnánk. Ha ha mondjuk egy nagy a rendelkező gazdától, aki, aki esetleg nem volt ideje, hogy haladjon az új növényvédőszerek fele, és nem volt ideje, hogy haladjon a korral, akkor már olyan tanácsokat kapunk, ugye, amiket nem igen lehet beszerezni, vagy abból már kevés van, és akkor lehet, hogy az ellen már rezisztensek a korokozókártevők, és akkor emiatt van probléma. Úgyhogy biztos, hogy azért, mert bevontak egy pár növényvédőszert, ezért így ilyen szempontból, mivel nem vagyunk elég rugalmasak, nehezebben tudjuk megoldani a gondokat, de az eredeti kérdésre a válasz, hogy ha most jelenleg egy olyan gazda, aki ismeri a növényvédőszer palettát, az nem szükségszerűen kell többet permetezzen, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Újabb hallgató a vonalban. Jó kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kézzük, jó a... napot kívánok Maros királyról hívom a mérnökorat. Szeretném megkérdezni, hogy a hagyma szárán, lehet, hogy már volt szó én csak most kapcsolódtam be az adásba, a hagyma szárán ilyen szürkés, mintha penisz voltok jelenni, vannak megjelenve. Igen, ez, ez a, ez a hagyma peronoszpóra. Igen, igen. Mérnök ez, mérnök ez, 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 egy, ez, egy, ez egy cseles, gyanús betegség, mert a hagyma peronoszpóra támadja meg a hagyma ö, levelét, és akkor ezen egy fekete konidiumtartós gomba másodlagosan megtelepszik. És hogyha valaki ö, ugye meglátja ezt a, mondjuk ezt a fekete gombát is, védekezik ö, olyan növényvédőszerrel az, ami az ellen hat, akkor az eredeti problémát nem oldja meg. Tehát a lényeg az itt, hogy peronoszpóra elleni, tehát peronoszpóra a, hatékony növényvédőszerrel kell védekezni. Ilyenek például a, a dimetomorf hatóanyag, vagy a metalaxil hatóanyag, ezekkel kell védekezni a, a, a perenoszpóra ellen. Legyen Köszönjük szépen! Legyen. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Haló! Valami probléma van biztos a... a vonallal. B. Magdóna kérdezi, hogy a Cseresznye Szilva vissza visszahull, és ki kell, akkor újból olyan termést hoz, mint az eredeti, amiről leesett? Pont olyat biztos, hogy nem, mert ez már egy generatív szaporodás, tehát ugye itt volt egy megtermékenyülés, viszont hogyha ha ez egy olyan cseresznye szilva, amelyik amelyik jól örök, örökíti a tulajdonságait, akkor megvan az esélye, hogy hasonló lesz. Általában a nagyon kinemesített fajtáknál szinte elképzelhetetlen, hogy ugyanolyan legyen, mint, a, mint az eredeti. Viszont, hogyha egy ilyen alap, alap növényről van szó, akkor megvan az esélye, hogy fog hasonlítani rá, és a mi a cseresznye szilváknál ez, ez gyakran elő szokott fordulni, úgyhogy én azt mondom, a pont olyan nem is, de megvan az esély rá, hogy nagyon hasonló lesz. Edit kérdezi Székevarságról, hogy a rózsáim megjelentek zöld és szürke rovarok, házilag mivel tudja orvosolni a problémát? Hát ezek levéltetvek. Uh káliszappannal lehet adott esetben házilag kezelni. Levéltetve kellene még ilyen házi módszer szokott az lenni, hogy a cigaretta csikeket beáztatják vízbe, és akkor így a ott maradt nikotin kioldódik, és azzal permetezünk. Viszont szerintem sokkal kevésbé veszélyes, neonikotinoidokat használni, amit a női meg lehet venni, ilyen például az azetamiprid, a tiakloprid, a tiametoxam hatóanyagok, mert ezek sokkal kevésbé veszélyesek a környezetre és az emberi szervezetre is, ugye, tehát a nikotin az valamikor a múlt század elején engedélyezett rovarölőszer volt, viszont ugye az emberre is nagyon mérgező, ezért bevonták forgalomból, és eltottak olyan neo új nikotinoid-nikotinszerű hatóanyagokat, amelyek eh, akár a nikotin rovarülő hatását nak sokszorosát tudják, és eh, a nikotin mérgezőségének pedig a, a, annyira a töredéke, hogy eh, fel lehet használni ezt biztonságosan. A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Az István énekelt, kísért a Hargita népi együttes. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János Székeudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapjénc, Erdély Magyar Tudományegyetem Egyetem adjunktusa. Hallgatót köszöntünk fél egy után, hét perccel. Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez a csókolom! A műnök szeretnék egy kérdést választ kapni, hogyha lehetne. Nagyon uralkodik a házicsiga, meg a csőricsiga a kárban. Mi annak a védőszere? Hát a kereskedelmi forgalomban ilyen kék granulátumokat lehet kapni metaldehid hatóanyaggal, azokat kell kiszórni, csak az a helyzet, hogy ha ezek a granulátumok nagyon szétáznak, akkor már kevésbé hatékonyak. Úgyhogy ez most egy picit nehézkes, hogy ne ázzanak szét, ugye hát szabadföldön rengeteg eső van, Egyébként. tehát ezzel lehetne nézport, hogyha szór, akkor az szintén elpusztítja őket, csak az, túlságosan azért nem kéne teliszolni a területet, mert akkor ugye az a, az a, a területnek a kémhatását is megnövelheti. Tehát ezzel lehetne. Egy harmadik az, az, az egy fonál féreg, ami a természetes ellensége, viszont azt még mindig nem találtam, hogy lehetne nálunk kapni. Ez a nem a Slug nevű készítmény. Lehet, hogy ezt így, bocsánat, nem is lehetett volna mondjam, de hát úgyse lehet kapni, hogy mindegy. Nem, a Fazma Rabditis Hermafrodita nevű fonálférek az a, a, a csigák ellen. Úgyhogy esetleg, ha különböző forgalmazók is hallgatják a műsort, merem állítani, hogy elég nagy probléma a csiga, mindenki szeretne biológiai növényvédelemmel védekezni, akinek van esetleg lehetősége, hogy beszerezze és forgalmazza, azt szerintem mindannyian felhasználók megköszönnék, megköszönnénk. Köszönjük Leges szépen, visszahallásra. A fenyőkön megjelenhetnek a, a levéltetvek, de erre a kérdésre majd a hallgató után válaszolunk. Jó napot kívánok! Hello! Hallgatjuk a kérdését. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretnék e, e, például a fokhagymánál kezdett a levél sárgulni, és kihúzom az egész növényt, és a, szóval a hagymának a, az alsó felén Igen. A, maga a gyökéren olyan sárga, körülbelül két, két és fél milliméteres ö, ö, apkák ö, jelenkeztek. Értem. Ö, ez most a szabadföldről tetszett kihúzni, ugye? Igen. Hát ö, a fokhagymán, amikor, tehát miről, tehát ö, dukhagymákat tetszett elhelyezni? Olyan ö, fokhagyma, Fokha igen. A hagymát szétbontották. Igen, igen. És és Azok a cikkeket. Igen, is. cikkeket persze, ezt akartam kérdezni. Na most azokon a, a hagyma cikkeken valamilyen elváltozást, valamit látott -e? Nem. Nem, tehát szép egészségesek é, voltak. És ugyanakkor még észre lettem, hogy maradt benne egy foghagyma az egész hagyma. És annál is. Jelenke, jelentkezett ö, maga a növényen a szárán uh -huh. ilyen ö, sárga levelek. Igen, tehát a sárga levelek az azért van, mert a, a gyökereket valami elfogyasztja, a növény nem tud táplálkozni, és emiatt jelennek meg a valószínű a sárga levelek. Most csak azt próbálnám kideríteni, hogy vajon, vajon mik azok, amik ott vannak. Ö, és az, a, azokon is ugyan a, ezek az adkák jelentkeztek tetszik az, azok az atkák, amelyek károsítják a fokhagymának adott esetben a, a levelek mögött a, a, növényi részeit, azokat szabad szemmel alig lehet látni. Úgyhogy ön biztos, hogy nem, nem atkákat lát, bár lehetséges, hogy atkák vannak ott, csak lehet, hogy azok például ragadozók, azok teljes másképpen vannak ott. Tehát most az, az, lenne, a, az lenne itt a feladat rádión keresztül kideríteni, hogy konkrétan mi okozza a pusztulás? Lehet, hogy már elpusztult a gyökér, és utána kerültek oda azok a, azok a kis állatkák. Ön biztos benne, hogy nyolc pár lába van annak az állatkának, ami ott van a... Vagy nem nem, nem számolta meg? Vagy miből gondolja, hogy atka? Nem számoltam meg, hát... A, két mm, két 3 mm az elég nagy, az már egy, az kérek tetűnek is, bocsát, nem kérek tetűnek, hanem gyökér tetűnek is megfelelne. Hát valami ilyesmi, inkább gyerek gyökértetű lehet. Na, én inkább egy gyökértetűre gondolok. Nagyon sok növénynek, hogyha kiúzzuk a gyökerét, akkor pont úgy, mint ahogy felül vannak a levéltetvek, lent gyökértetvek vannak hogyha meggyőződik az ön arról, hogy például hasonló az alakja és a felépítése, mint egy levéltetűnek, tehát nagyon hasonlít rá, akkor ott esetben rovarölőszerrel kell beöntözni, és legjobb lenne ugye szisztémikus rovarölőszerrel, csak akkor vigyázni arra, hogy ami engedélyezve van, és hogy az élelmezés várkozás idő, vagy egész egyszerűen akkor vetésforgót alkalmazni a fokhagyma esetében, tehát következő évben nem oda tenni, ne oda tegyük a fokhagymát. És uh, milyen uh, róorülő szerre? Uh, uh, tiametokszamható anyaggal lehetne Ti Tiametoxam. Ezt, ezt, hogyha el tetszik mondani egy patikában, akkor fogják tudni, hogy miről van szó. Igen. Köszönjük szépen, viszont hallásra! Hát, csak... Csiszér Anna énekelt, háromnegyed egyelőtt egy perccel a kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János kertész, kertészmérnök növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa. A betelefonáló előtt elkezdtem, hogy a növények lehetnek-e tetvesek, mert például Maros az iskolánál nagyon sok fenyőfát megtámadott valami, és ilyen ragacsos bevonat van, és a hangyák is kedvelik. Lehetnek levéltetvek? Pontosan, tehát a, a fenyőféléken is előfordulnak levéltetvek, úgy, amik mészharmatot bocsájtanak ki, és ezt a hangyák látogatják, tehát ugyanúgy kell védekezni a fenyőfélen is a levéltetvek ellen, az egyenlő szárnyak ellen, mint a, a rózsán, vagy a, az almán, tehát a többi termesztett növényen. Nagyon sok helyen megfigyeltem, hogy a szamócán, ha nem is nagyon, de egy kis pangóvíz van, ez nem okozhat gyökérodhatást például a epernél a szamócánál? Igen, ez a sok víz, ez semféleképpen nem kedvez a gyökereknek, és a szamócánál pontosan van egy, van egy gombás betegség is, a, a gyökér rothadása, és az ebben az időszakban, ebben a csapadékos időszakban kifejezetten nagy gondot okoz. Ezt általában úgy tudjuk felismerni, hogy a levelek kezdenek beszáradni, elszáradni, és hogyha hogy kihúzzuk a tövet, olyan fekettés és enyhén kékes lilásan elszíneződnek ott a, a gyökér feletti részek, és a, a gyökér nyakból gyakorlatilag egy ilyen kis uh, rothat rózsaszerű, tehát a gyökerek teljesen leválnak, és adott esetben ilyen fehér gomba bevonatot is láthatunk ott. Ez egy peronoszpóra ez ellen uh, egy uh, peronoszpóra elleni összeres beöntözéssel tudunk védekezni. Uh, ilyenkor igen, ez sűrűn előszokott fordulni. Na jó, de most terem a szamóca hát helyen. az a hely, amelyik, amelyik, <gül> amelyik, <gül> amelyik <gül> ilyen, amelyik ilyen az, nem? Ja igen, értem, tehát a, az élelmezéség és várkozási időt betartva, hogyha most terem, akkor nyilvánvalóan... Várjuk ö, meg, amíg leszületeljük, vagy... Hát, így van, így van, főleg, hogyha most terem, akkor az nyilvánvaló, a másik pedig inkább ez akkor a jövőre nézve ezeket a töveket eltávolítani és akkor ezt inkább megelőzően kell megelőzően kell megoldani igen csak hát ugye sok esetben a, a, a gazdák nem is tudják hogy miért pusztul el lehet hogy ha már elkezdett pusztulni akkor már ott vagyunk a kárral tehát van amikor már nem tudunk védekezni főleg ilyen amikor ilyen tevődik fel adott esetben ilyenkor is még hogy, lehessen, hogy hogy, tényleg lehessen valamit kezdeni, kontaktszerrel be lehetne öntözni, mert az nem szívja fel a növény. Például hogy a szaporítást azt hogy oldjuk meg, mert lesznek ezek a kis fiókák, a hozzáértők azok biztos, hogy tovább ültetik egy másik részébe a kertnek, de legtöbben ott hagyják. Az, aki ott hagyja, az mennyire cselekszik helyesen, mert nem kéne helyet is változtatni egy idő után? Mert akkor kisebbek lesznek, meg ilyen... Tehát maga a szamócának ugye szintén megvan a, az életkor az amortizáció, hogy utána cserélni kell, és akkor nyilvánvaló, hogy egy friss tő, az, az nagyobb termés hozásra képes, és egy idősebb, időltebb tő az az kisebbre, úgyhogy, de viszont ugyanoda ha, ha még marad... megelőzen védekezünk, akkor a szamolca után azott esetben lehet szamolcát tenni, de azért itt is a legjobb az, hogyha egy ilyen vetésforgót, vetésváltást betartunk, vagy ilyen növénycserét betartunk, hogy a, a azok a kórokozók és azok a kártevők, amelyek mondjuk a szamócára nagyon veszélyesek, akkor azok egy idő után azon a helyen felszaporodtak, és akkor egyet, egy területet váltunk. Polixéniától kaptuk az SMS-t, azt írja, hogy a rózsa levele augusztus végén rendszeresen lehull. Mi lenne a teendő, hogy ezt megakadályozza? Mert utána is virágzik ugyan, de nagyon kicsi és beteg virágok lesznek. Ez azért van, mert a rózsának van egy most levélfoltosság, tehát ez a neve a betegségnek, és ez olyan szinten el tudja ö, pusztítani a leveleket, hogy idő előtt, pont ahogy a, a, a kedves hallgatói sírja idő előtt lehullnak, a növénynek már nincs ö, fotoszintetizáló, olyan mennyiségű levele, hogy nagyobb virágokat tudjon. Ö, Viszont már a, a virágok differenciálva vannak, tehát azok kényszerből kinyílnak, kisebbek lesznek, csenevészebbek lesznek, és ezáltal is sokkal inkább leterhelődik a, a rózsa, tehát fagyveszélyre sokkal inkább eh, érzékenyebb lesz, úgyhogy a diplokarponos levélfoltosság ellen kell. Eh, eh, megelőzően védekezni, és ezt például nagyon sok gombölőszerrel meg tudjuk oldani, például a miklobutanil az egyik hatóanyag, de jó, hogyha több hatóanyagot használunk, ez egy általános betegség a nőmédőszer patikákban tudnak mondani, én is tudnék most mondani nagyon-nagyon sok hatóanyagot, úgyhogy tehát gombaölőszerrel és olyan gombaölőszerrel, ami a fold betegségek ellen hatékony, és lehetőleg legyen szisztémikus is, a, ezzel kell védekezni ellen. A zöldség gyökerét rágja valami, azt írja Margit falváról, hogy talán lótetű lehet. Ez így van, vagy más. Hát lehet lótetű, lehet pajór, lehet drótférek, talajlakó kártevők ellen. A teflutrin hatóanyagot tudjuk bedolgozni a talajba olyan kb. 15 cm mélyre. Hogyha nagy a gond, most jelenleg gond van, akkor rovarölőszerrel tudjuk beöntözni, de hát ugye ezzel ellen inkább megelőzően kell, és tudunk hatékonyabban védekezni. A lótető amúgy nem a növényeket fogyasztja, ő egyéb kis rovarok után kutakodik a talajban, viszont hogyha már ott van előtte egy gyökér, akkor azt nem kerül ki, tehát azt is. Egyik hallgatónak csak a hangyák okoznak fejfájást, már erről beszéltünk, hogy a kertében nagyon sokan hangya felmásznak az almafára, és a levelek tele vannak tetűvel, hogy hogy tudná elpusztítani a hangyákat. Hát nem kell elpusztítani, kéne védekezni a leveleket, Hát a levétetek kell nem, hogyha védekezünk, igen, akkor az már... Akkor már, már távol tartja igen. a hangyákat is. Zsolt kérdezi, hogy a szabad kültetett paradicsompalántót palántót mivel kezeljük, hogy egészségüket megőrizzük a szabad területre kültetett paradicsompalántra gondol gondol? Hát, hogyha én most nagyon frappánsan és egyszerűen kéne válaszoljak, akkor mindig megelőzően a, azzal, hogy a, a, a következő betegség ne fertőzze meg, tehát nyilvánvalóan tehát nehéz nem nehéz, lehetne válaszolni, de nagyon hosszú, de mindenféleképpen tegyünk bele olyan növényvédőszert, ami a fitoftóra, tehát a ragya ellen hatékony. Ezen ilyenek például a, a metalaxil, dimetomorf, propamokarb hatóanyagok, tehát ezek, ezek a peronospor ellen, és hogyha a peronospor ellen megóvtuk, a nyár közepétől már elindul a, a, az alternáriás betegség, és akkor az ellen e, például az azoxisztrobin, difenokonazol, miklobutanil hatanyagot lehet használni, de ez így önmagában nem kielégítő válasz, tehát ö, ö, egy picit utána kell nézni a paradicsom termesztésének, és akkor a két nagyon fontos betegsége a, a fitoftóra és az alternária ellen ezek a hatanyagok jók, de nyilvánvalóan más is felléphet, úgyhogy arra is oda kell figyelni. Valaki részdrótot dug a paradicsompalánba, helyesen cselekszik? E, igen, hallottam, hallottam már ezt. Lehetséges, hogy valamilyen szintű rész kerül a, a, a növényben, de hát szerintem az, az több, a, ugyanannyit árt is, amennyit használ. Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi címen. 13 óra lesz 7 perc múlva. Most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a két héttel ezelőtti Kerdorátok műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocska János profil alatt tetszikelték. Összesen 64 személy. A Csikmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 es vásárlási utalvány nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csikmadarasi vagy Csikszeredai üzletében. Kérek szépen egy számot 1 és 64 között. 64. A 64-es Kacso Alex, szovátai hallgatón. Egyik hallgatónk a Sapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem által felajánlott növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocsko Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Még egy számot kérek szépen. 18. A 18-as Bajna Erzsébet Gyergyószem Miklósról. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. a Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik, a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk szobanövényt kap a cég jó voltából. Még egy számot kérek szépen. Egyes. Az egyes kísérénke Marosvásárhelyről. Nyerteseinkkel a műsor után felveszük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Bánint János Székedvarei kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta megkívásunkat. Köszönöm szépen, és még csak egy annyi szeretnék hozzáfűzni a kedves betelefonálnak, ik Sepszent telefonálta a nyári almákkal, hogy igen, előfordul az, hogy nem tudunk segítséget hívni, és adott esetben látjuk a kertet, hogy gondozni kellene meg, hogy a, a fákon ott vannak a levéltetvek, viszont nekem így a kérdést, amikor felszegezte, egyből gyakorlatilag jutott eszembe, hogy mit lehetne csinálni, bár a kérdés elején benne volt, hogy nem tud semmit csinálni. Ilyenkor talán lehet az lenne a legjobb, hogy a... A természet, és főleg a, a, akár a gyümölcstermű növényeken megfigyelni azt, hogy minden tavasszal meg tudnak újulni, a kártevők betegségek ellenére is tudnak teremni. Talán azt kellene nézni, hogy, hogy az a sok gond mellett is még mindig terem az a fa, ebből erőt meríteni, és én kívánom azt, hogy 5-10-20-30 év múlva is még tudja ezeket az almákat fogyasztani, úgyhogy ezzel a gondolattal is búcsúzok, hallgatók. Műsorunk a legközelebb július, június 19-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540 445 Marosvásárhely 1918. december 1 sugárút 109 szám Elektronikus levelet a gazdaélet kukac marosvásárhelyi rádió.ro e-mail címre küldjenek. Most néhány eseményre hívom fel figyelmüket: ma délután négy óráig az RMG Maros Pünkösdi Vásár tart az Egyesület székhelyén, Maros a lapos 23 szám alatt, ahol közvetlenül a termelőktől lehet vásárolni különböző kézműves termékeket, házi kenyeret, mézet és friss zöldségeket, ugyanígy betekintést nyerhetnek a kézműves sörfőzés titkaiba is. Ma délután 5 órától Csikmadarason a Garden Projekt kertészetnél a Proekonomika Alapítvány által kiírt mezőgazdasági pályázatra tartanak felkészítőt. A minősített beszállítói rangot kapott kertészet a gyümölcsösök, bogyós gyümölcsök telepítéséről tart előadást, valamint az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó gépeket sorakoztatja fel. A rendezvény ideje alatt a kertészet szakemberei szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére. Hargita megye tanácsa az Európai Bizottság által finanszírozott projekt keretében június 6-án délelőtt fél tíztől a Gyergyó Remetei Balázs Gábor művelődési házban szervez szemináriumot, amelynek fő témái az online termékértékesítés, a székely termékmozgalom továbbfejlesztése, az uniós mezőgazdasági támogatások, az Európai Unió közös agrárpolitikája, a magyar kormány székelyföldi gazdaságélinkítő programja, valamint pozitív példák ismertetése. Mielőtt elköszönnék néhány műsorunkat is ajánlom, holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárei Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett pünkösdi összeállítást hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a már a kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk műsorunkat a www.marosvásárhelyi.hu honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a Youtube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Petrika Bodán volt. Nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.